Kedves Franz, remélem levelem jó egészségben talál. Nekiültem, hogy megírjam négy napos barátságunk történetét. Azzal a szándékkal érkeztem Ausztriába, hogy portrét készítsek egy különleges emberről. Das ist auch noch bei der Hochzeit. Das ist auch ein Foto, da haben wir Thomas Jokhan geblasen. Sokszor töprengek azon, hogyan lesz valakiből egy történet főszereplője. Vajon a kamera teszi főszereplővé az embert, vagy vannak, akik természetes módon főbb szerepekre mérettek. Találkozásunk célja az volt, hogy filmet készítsek rólad. Nem tudtam előre, hogyan alakul majd a kapcsolatunk. Kiről szól majd ez a portré, rólad vagy rólam? Vajon születik-e valami új a kettőnk kapcsolatából? Valami szép és fontos, amely túlmutat egy egyszerű portrén? Soha nem árultam el neked, hogy mindig is vonzódtam az olyan emberekhez, akik pozitív energiát sugároznak. Sok mindent tanultam tőled, Franz. Neked köszönhetem, hogy barátod Otto elmagyarázza a világnak, hogyan készül az alpesi kürt. Von der Wurzel abgeschnitten, mit der Säge auseinandergeschnitten in der Mitte, und dann wird's mit der Fräse ausgehöhlt und dann wieder zusammengeleimt. Wird das Mundstück eingepasst und dann versucht man eben zu blasen. Januárban négy napot töltöttem veled Karintiában. Én, mint az Európai Önkéntesség évének riportere, te pedig, mint helyi önkéntes és filmem hőse. Jól megértettük egymást. Én nem beszélek németül, te pedig alig tudsz angolul. Jó. Karnival Pancake-Humas. Így nem. Nem tudtalak rávenni, hogy ne foglalkozz velem, miközben filmezlek. Jó film. It's okay, leave it. Jedenfalls interessant. Kosmopolit. Négy napos ismerettségünk derekán azt mondtad nekem, rengeteg mindennel foglalkozol, de semmiben sem vagy kiemelkedő. Természetesen nem értettem egyet veled. Őszintén megszerettelek, Franz. Szenvedélyesen szereted a munkádat, és lendületesen, vidáman robogsz előre az életben. Talán egy jövőbeli önmagamat láttam benned. Ah, I'm a person who have is very glad to make to sing, to make music, and I like to explain the people what I sing with my choir and what I play with my music. I make also the moderation. Számomra igazi helyi hős vagy. The people should know what the band is sounding and what the choir is singing. Oh, my dream, an old man, and my dream is to sing and to make music with my band so long I can.
That is the last dream. A helyi közösség önkéntes karmestere, bohém művész, az alpesi kürt hagyományának őrzője, a vadásztársaság aktív tagja, nyugdíjazott pedagógus, és egy férfi, aki reggelit készít a feleségének. Nagyon szórakoztatónak találtad, hogy én több országban, több helyen élem az életem. Engem ugyanígy meghatott a hegyvidéki kisvárosod otthonossága, a kiszámíthatóság és a csendes derű. Soha nem fogom elfelejteni, milyen derűs és életvidám ember vagy. Köszönöm, hogy a barátságodba fogadtál, és kívánok sok sikert a zenekarodnak. Barátod, Miklós.